Szakképzés. 8,5%-kal több diák választotta a szakképzést az általános gimnáziumnál. Közlekedésfejlesztés Nyíregyházán. Egy közel 1 milliárd forintos projekt részeként adták át a felújított Blaha Lujza sétányt hétfőn délelőtt Sóstón. Óvoda korszerűsítés. Közel 280 millió forintból bővítették és újították fel a vasmegyeri Mesevár óvodát. 8,5%-kal több diák kezdte meg tanulmányát tavaly szakgimnáziumban, mint általános gimnáziumban. Ez a szakképzés társadalmi elismertségének növekedését jelenti, közölte az Innovációs és Technológiai Miniszter Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az országos szakképzési tanévnyitón elhangzott, 2020-tól átalakul a szakképzési rendszer, bevezetik az 5 éves technikumot, ez lehetővé teszi majd, hogy a diákok átlépjenek a munkavégzés világába, vagy tovább tanuljanak valamilyen szakirányú felsőoktatási intézményben. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter hivatalosan is megnyitotta a 2019-2020-as tanévet szombat délelőtt Nyíregyházán. A miniszter beszédében kiemelte, a robotizáció ellenére a rohamosan fejlődő és automatizált világban egyre nagyobb szükség van az emberi erőforrásra. A fiatalok körében jelenleg a szoftverfejlesztő, a műszaki informatikus és az IT-mentor képzés számít a legnépszerűbbnek. A nagyvállalatok országszerte és a Szabolcsi megye székhelyen egyaránt biztosítanak állást ezekben a munkakörökben. Magyarország hosszú távú sikerének záloga az ország versenyképességében rejlik, a magyar gazdaság versenyképességének egyik kulcsa a minőségi szakemberképzés, tette hozzá Palkovics László. A szakképzés terén kiemelkedő teljesítménynek számít, hogy 10 év után először tavaly ősszel 8,5%-kal több diák kezdte meg tanulmányait szakgimnáziumban, mint általános gimnáziumban. Tavaly elfogadták a szakképzés 4.0 stratégiát. Ez több változást és átalakítást jelent majd a jövőben. 2020-tól kezdődően a szakgimnázium jelenlegi 4+1 éves képzési struktúráját a technikum 5 éves képzésre váltja föl. Innen a diákok egy érettségi bizonyítvány és egy technikus oklevél birtokában, továbbá a duális képzésnek köszönhetően gyakorlati tapasztalatokkal léphetnek egyrészt a munkavilágába, illetve a jó eredménnyel végző, tovább tanulni vágyó fiatalok számára a technikumból direkt átjárás nyílik a szakirányú felsőoktatási intézménybe. Továbbá a szakközépiskolát 3 éves szakképző iskolává alakítják, ahol a szakmai tapasztalatot az utolsó 2 év duális képzése biztosítja. Valamint részszakképzést nyújtó műhelyiskolákat is kialakítanak azok számára, akik nem tudják elvégezni az általános iskolát, vagy a szakképzés évei alatt elhagyták az oktatási rendszert, közölte a miniszter. Az átalakítások célja, hogy csökkenjen az iskolai lemorzsolódás, és minden diák szerezzen valamilyen végzettséget. A magyar gazdaság teljesítménye az előzetes várakozásokat is felülmúlta. 5% fölötti a növekedés, így Európában a legjobbak közé tartozunk, ha a gazdasági mutatókat nézzük, hangsúlyozta Parrag László Nyíregyházán. Emögött az együttműködés van. Az a közös munka, amit a gazdasági szereplők, a dolgozó emberek, a kormányzat és a kamarák végeznek. Ezt nagyon fontos azt gondolom, hogy leszögezni és megerősíteni. És igaz ez a képzés területén is. A duális képzésben ma Magyarországon a kormányzat mellett, vagy a kormányzattal szorosan együttműködve jelen vannak a gazdasági szereplők is, és azt gondoljuk, hogy ez helyes irány. A kormányzati eszközöknek köszönhetően a 2012-es közel 12%-ról idén nyára minden eddiginél alacsonyabb szintre, 3,4%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta Magyarországon. 800 ezerrel többen, így már több mint 4,5 millióan dolgoznak ma hazánkban, és több 100 000 családban váltotta fel a segélyt a munka, közölte Palkovics László a Szabolcsi megye székhelyen. Hétfőn a nagykálói Budai Nagy Antal szakgimnáziumban is megkezdődött az oktatás. Az intézményben jelenleg több mint 500 fő tanul nappali és esti képzésben. Ez az intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legrégebbi állami középiskolája. 1870-ben jött létre, így az idei már az iskola fennállásának 150. tanévnyitója volt. 150 év azonban valóban emberi és történelmi léptékkel mérve is nagyon hosszú idő. 150 év alatt
Rendszerek, társadalmi rendszerek, politikai rendszerek jönnek-mennek. Egy azonban biztos, hogy az ember és az emberek által összefogással alkotott szervezetek, intézmények képesek akár 150 évet is megélni. Erre bizonyíték a Budai Nagy Antal szakgimnázium, erre bizonyíték, hogy itt lehetünk ma is. A Budai Nagy Antal szakgimnázium történelmében két fontos állomás volt eddig. Az egyik, amikor 1956 őszén új épületrészt kapott az intézmény, a másik pedig, amikor 1975-ben elindult a középfokú óvónőképzés, amely országos szinten is elismertté vált az indulástól 1990-ig. A tanévnyitón elhangzott, az iskola mindig képes volt alkalmazkodni és megfelelni az új rendszerek elvárásainak. A 2019-2020-as tanév kezdete több mint 1 millió diákot érint országszerte. 1,2 millió fiatal kezdte meg tanulmányait, kik boldog lelkesedéssel és nagy örömmel, kik mérsékelt lendülettel, de egy biztos, hogy az új tanév kezdetét veszi. Ha a szakképzési területet nézzük, akkor 207 ezer diák kezdi meg ezekben a napokban tanulmányait, ami önmagában is egy fontos szám. Nyilván az ő munkájukat kell, hogy segítsék a pedagógus kollégák, akik nagyon fontos munkát végeznek el, ők 23 ezeren teszik ezt országszerte, és itt is a Máté Szalkai Centrum, illetve a szakgimi égisze alatt. Olyan elismert és híres magyarok születtek Nagykállóban, mint például Korányi Frigyes, vagy a Simonyi Óbester néven híressé vált Simonyi József legendás hírű huszártiszt, közölte az ünnepségen a térség országgyűlési képviselője. 150 év távlatából most azt szeretnénk a táskába helyezni, ami itt látható, kedves diákok, hogy 150 év múlva ebből a térségből kinövekedve legyenek olyan mosolygós, tehetséges diákok, és tartsanak itt, ezen a helyen évnyitót, mint ahogy most. Ezt kívánom az iskolatáskába. Az intézmény épülete az elmúlt időszakban korszerűsödött is. Többek között nyelvi labort alakítottak ki. Eszközfejlesztés történt a sportszerek és az informatika tekintetében, valamint a szabad téri tornapályát is felújították. A települési polgármesterek és a képviselőtestületek megválasztása mellett egy másik választás is lesz október 13-án. A megyei közgyűlés összetételéről is dönteni kell Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ennek ajánlásait elsőként a Fidesz-KDNP nevében Sesták Oszkár adta le hétfőn délután. A szükséges mennyiség az a megyei népesség, illetve a választópolgárok 0,5%-a. Ennek a dupláját céloztuk meg, hogy biztonsággal meglegyenek az ajánlások, így közel 7000 ajánlószelvényt adtunk le a szükséges nyilatkozatokkal együtt. 53 képviselőjelölt szerepel a listánkon, és a törvényes lehetőség maximuma. Az ő adataik összegyűjtése és az ő aláírások összegyűjtése is némi logisztikai szervezést igényelt, ezért ma tudtuk ezt a feladatot teljesíteni. Közel 1 milliárdos projekt részeként adták át a felújított Blaha Lujza sétányt hétfőn délelőtt Sóstón. A gazdaságfejlesztés és munkaerőmobilitást ösztönző közlekedés fejlesztési projekt Nyíregyháza 6 pontját érinti. A kivitelezési munkák várhatóan 2019. október közepéig minden rész esetében befejeződnek. Ismét egy 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást tudhat magáénak Nyíregyháza közel 1 milliárd forint értékben. A toppos pályázat célja a gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedés fejlesztés a megyeszékhelyen. Ezért a városközpont irányában megjelenő jelentős gépjármű forgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételeket alakítottak ki, mindemellett az egyenletes haladást és a várakozási idő csökkentését is elkívánják érni. Október közepéig várhatóan, tehát jóval idő előtt, nem december közepén, október közepén már befejeződnek a munkák. Figyeltünk a korábbi hiányosságok pótlására, van, ahol egy
kerékpár összeköttetés hiányzott, azt megoldottuk, van, ahol buszöblet kellett áthelyezni. Természetesen itt is a gyalog és kerékpáros útnak a felújítására is sor került, és ehhez kapcsolódik pedig az már egy másik pályázat, a Korányinak a felújítása, ami ugye megkezdődött, és az is december 10-ig befejeződik. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget, amit az elmúlt évek adtak, azt Nyíregyháza nagyon-nagyon jól használta ki. Kovács Ferenc hangsúlyozta, minden ilyen munka mögött 3-4 év van, kezdve a pályázat megírásától a közbeszerzésen és a tervezésen át az átadásig. A polgármester hozzátette, ezzel a beruházással több évtizedes hiányt pótolt be a jelenlegi városvezetés. Közel 280 millió forintból bővítették és újították fel a Vasmegyeri Mesevár óvodát. Az intézmény helyhiánnyal küzdött, és a feltételek sem minden esetben feleltek meg a kor követelményeinek. Az óvodában 90 gyermek napi ellátását biztosítja az új csoportszoba és az új kiszolgáló helyiségek. Még 2016-ban pályázott a Vasmegyeri önkormányzat a település óvodájának felújítására és bővítésére. A beruházás elkészült, pénteken átadták a gyermekek számára az új épületet. A Mesevár óvodában eddig 3 vegyeskorú csoport volt, 85 fős létszámmal. A nevelési év 2 évvel korábban is már csak engedéllyel indulhatott, mivel túllépték a maximális létszámot, így az akkor meglévő épület és az udvar is szűkösnek bizonyult. Nem volt betegszoba a gyermekek számára és fogadószoba sem, ahova a szülői megbeszéléseket szervezhették volna az óvónők. Az átalakítás követően az óvoda már meglévő területe ingatlan vásárlás útján jelentősen bővült, így már lehetőség volt egy új épületszárny megépítésére és egy új udvarrész kialakítására. A már meglévő épület teljes átalakuláson ment keresztül. A tervezett bővítés során az épülethez új helyiség és funkciók is kerültek kialakításra. A bővítés során előtér, gyermekmosdó, öltöző lett kialakítva minden csoportszobához. Kialakításra került még tornaszoba, fejlesztőszoba, betegszoba, külön gépház, szennyes raktár és különböző funkciói irodák. Az új épület akadálymentesített lett, valamint környezetbarát megoldásokat használtak az építés során, így például napelemes rendszert alakítottak ki. A Vasmegyeri Mesevár óvoda korábban 334 négyzetméteren működött, ezen túl már 930 négyzetméteren, 40 helyiséggel várja a legkisebbeket. Eszközbeszerzést és új udvari játékokat is tartalmazott a közel 280 millió forintos fejlesztés. Ezt a terület és település fejlesztési operatív program biztosította. Vasmegyer is megtalálta azokat a fejlesztési forrásokat, megtalálta azokat a fejlesztési lehetőségeket és szükségszerűségeket, ami igen kell ahhoz, hogy 21. században élhető falu legyen. Higgyék-e, nem könnyű. Hiszen önök is hallottak híreket, hogy 40 centis lelátó, meg mindenféle ilyen hír. Ami biztos fontos, de nem a legfontosabb. És itt Vasmegyeren tudják, mi a jó irány. Tudják, merre kell menni, tudják, merre kell haladni, és tudják, hogy mi a jövő. Vasmegyeren további 250 millió forintból 3 közintézmény energetikai korszerűsítése is megtörtént a közelmúltban. Így a polgármesteri hivatal, az általános iskola és a szociális szolgáltató központ épülete vált környezetbarátabbá. Több mint 1000 diák és 100 pedagógus kezdte meg a tanévet az idén 50 éves Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnáziumban. A rendkívüli helyszínen tartott tanévnyitó után a program részeként egy Lego szobát is átadtak a csokisuliban. Tanévnyitót tartottak a Nyíregyházi Egyetemen. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli idén az Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium. A jubileumi évet közel 1200 diák és 120 pedagógus alkalmazott kezdte meg hétfőn. Az év kapcsán minden hónapban tartanak majd egy olyan programot, amely kiemeli az elmúlt 50 évet. A rendkívüli helyszínen tartott tanévnyitó után a program részeként egy LEGO módszertani termet is átadtak az oktatási intézményben. LEGO Education módszertannal oktatjuk majd a kisdiákokat. Ez a terem gyakorlatilag
annak a szellemiségnek, innovációs gondolkodásnak, a szemléletmódnak a jellegében született meg, mint ami jellemezte mindig is, és jellemzi a gyakorlóiskolát. Tehát ez egy élmény alapon segíti hozzá a diákokat a információkhoz, ismeretekhez, illetve a tanítás-tanulás folyamata élmény alapon történik. A LEGO Manufacturing és a Nyíregyházi Egyetem támogatásával alakították ki ezt a modern szemléletet tükröző, tanító és tanárképzésben is alkalmazható termet az ötvös gyakorlóiskolában. Véget ért a 2019-es Vidor Fesztivál a The Beepers koncertjével. A színházi versenyben a játék szín életre való című végjátéka kapta a legjobb nagy színpadi előadás díját. A legjobb kamara előadás pedig az Orlai Produkciós Iroda Varsói Melódia című produkciója lett. A zsűri életműdíjban részesítette Zsús Katit, a játék szín művészét. Legutóbb 3 évvel ezelőtt lépett fel a The Beepers Nyíregyházán a Vidor Fesztivál keretein belül. Akkor hatalmas koncerttel ajándékozták meg a rajongókat, és az idei műsorra is így készültek. De nagyon bízom benne, hogy előre fejlődött, vagy hogy előre jutottunk, mint zenekar 3 évvel ezelőttihez. De hát én úgy veszem észre, vagy úgy hallom vissza, mint hogyha jobb lenne a zenekar, mint volt 3 éve. De hát ezen sokat is dolgozunk, hogy jobb, évről éve jobbak legyünk, izgalmasabbak, szórakoztatóbbak. És hát végülis azóta bővültünk is, mert most már hétfős a zenekar, azt hiszem. A Vidor Fesztivál legjobb kamara előadása a Varsói Melódia volt, amelyet az Orlai Produkciós Iroda hozott el Nyíregyházára. Középpontjában a fájdalmas szerelem áll. A darabot Kocsis Gergely rendezte, a női főszerepet Tompos Kátya játsza, akinek régi vágya vált valóra azzal, hogy eljátszhatta Helgát. Nagyszerű színészi teljesítményeért a legjobb női alakítás díját nyerte el a fesztiválon. Sokat beszéltünk arról, hogy legyen-e akcentus a lánynak, vagy ne, vagy inkább csak legyenek ilyen szórend megfordítások, de aztán végül arra jöttünk rá, hogy ad egyfajta kiszolgáltatottságot, vagy esendőséget a karakternek, és ami nagyon kell ebbe a darabba, és akkor úgy maradt. Igazából felkerestem egy lengyel lányt, aki a Balassi Intézetben tanult, és hosszan beszélgettem vele, és próbáltam levenni azt, hogy beszél ő magyarul, és szerintem az nagyon sokat segített. Nekem nagyon nagy élmény volt, és örülök, hogy végül is akcentussal játszom ezt a szerepet. Tompos Kátya partnerét Ador Jáni Bálint játsza. A színész úgy gondolja, a darab nem csak az idősebb korosztálynak, hanem a fiataloknak is sokat mesél a II. Világháború utáni történelmi viszonyokról. Nem törekedtünk arra, hogy ezt a darabot minden körülmények között visszapréseljük abba a korban. Nyilván ez egy megírt szöveg, tehát olyan sokat a dramaturg nem változtatott rajta. Tehát van rengeteg olyan utalás, ami azért visszaröpít abba a korba, és nagyon fontos tulajdonképpen, most megint visszatérek az idősekhez, akik éltek ebben a rendszerben, vagy emlékeznek még erre a rendeletre, tulajdonképpen van egy személyes viszonyuk ehhez, hogy mi az, hogy nem lehet. Mi az, amikor valamit megtilt a mindenkori rendszer. A zsűri által megítélt díjakat a művészek későbbi előadásokon a saját színházukban veszik majd át. Két gólos győzelemmel kezdte a szezont a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NB1 nyitófordulójában 25-23-ra verte a Szombathely csapatát. A kisvárda pénteken a Ferencváros otthonában lép pályára. Egy átalakult, 10 új játékost felvonultató hazai csapat fogadta az újonc szombathelyi együttest, amely 44 év után játszott ismét élvonalbeli meccset. Az első félidőben ragaszkodtak egymáshoz a felek, a mérkőzés elején a vendégek, a folytatásban a hazaiak vezettek 1-1 góllal, végül azonban 13-12-es szombathelyi vezetésnél vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben sem változott a játékképe, egészen a hajráig a döntetlen is benne volt a találkozóban. 22-20-nál vezetett először 2 góllal a kisvárda, és végül a 2 gól különbséget a mérkőzés végéig meg tudta tartani Bakó Botond együttese, így az új edző győzelemmel mutatkozott be a kisvárda kispadján. A mérkőzés nagy részében domináltak a kapusok, az első félidőben a kialakított helyzeteinket elpuskáztuk, és utána az első 8-10 perc mellett volna lehetőségünk egy 2-3 gólos előny megszerzésére, nem tudtunk élni vele, Sipeki ebben a periódusban jó védett.
És ebből az lesz, amit várt, az lett, amit vártunk. A második fél időben hatékonyabban játszott a Habankova jobb lövőben, illetve Tamara irányítóban is jobban szervezte a játékot. Talán egy fokozattal gyorsabban játszottunk, mint az első fél időben, de még messze nem abban a sebességben, amit kell játszanunk ahhoz, hogy megnyerjünk mérkőzéseket. A vendégek vezetőedzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Nagyon izgalmas, végletekig kiélezett mérkőzés volt. Annak örülök, hogy ilyen mérkőzésre tudtok újoncként késztetni a Kisvárdát. Annak kevésbé örülök, hogy meghatározó időben nagyon fontos zicsereket, illetve 7 métereseket rontottunk. Azokban a befejezésekben egy kicsit koncentráltabbak lettünk volna, akkor komoly esélyünk lett volna a pontszerzéshez, a pontok megszerzéséhez. Ez bántó dolog, de talán annál örömtelébb, mintha ki se alakítottuk volna a helyzeteinket. Dolgozunk tovább. Én büszke vagyok ezzel együtt a csapatra, hogyan küzdött, ami a mentalitással kézilabdázott. A mérkőzés legjobbjának megválasztott Pásztor Bettina 14 védéssel járult hozzá a Kisvárda győzelméhez. Nagyon kemény mérkőzésen vagyunk túl. Én azt éreztem személy szerint így a csapaton, hogy nagyon görcsösen kezdtük, ugye ez látszódott a rontott zicserekbe is, illetve védekezésbe, a felkészült dolgokban nem mindenhol tudtunk úgy helytállni, ahogy szerettünk volna. De nagyon örülök, hogy döntő pillanatokban a második fél időben belőttük az zicsereinket, meg a helyzeteinket, illetve hogy szépen összeállt a védekezés előttem, úgyhogy hát gratulálok az ellenfélnek, nagyon kemény meccsre kényszerítettek minket, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült megnyerni a végét. A forduló további eredményei a következők: Szent Istvánese Debrecen 24-33, Albafehérvár Mosonmagyaróvár 29-27, Érd Ferencváros 28-31, Békés Csaba Dunói Város 27-29, Vác MTK Budapest 31-21 és Győrsi Jófok 27-24. A Kisvárda pénteken a Ferencváros otthonában lép pályára. 3 gólos vereséget szenvedett Székesfehérváron a kisvárdai futballcsapat. Az NB1 5. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 3-0-ra legyőzték Mérjuca László együttesét. A Kisvárda 9 ponttal a 4. helyen áll az élvonal tabelláján. Döntetlent játszott Kazincz Barcikán a Nyíregyháza Spartakusz. A Spari az NB2 7. fordulójában 2-2-re végzett a vendéglátókkal. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 2-án hétfőn friss hírekkel, legközelebb holnap várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaimnak is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!